Oké, Benny, menjél! Jó, mentem! 2, 1! Meg vagyok! A világ bármely részén járunk, biztosak lehetünk benne, az emberek fejében egy titokzatos szervezet tagjaiként jelennek meg a különleges katonai alakulatok katonái. Ha nem érdeklődünk különösebben a téma iránt, megeshet, hogy soha nem találkozunk a magyar különleges katonák aktualitásaival, hiszen mindennapos ténykedésük könnyen elvész a hatalmas információ áradatban. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehet meg annyi érdekes információt előcsalni hazánk katonáiról, mai videónkban pedig a honvédelem.hu cikkeit segítségül hívva számolunk be arról, kik azok a magyar katonák, akik a legkeményebb körülmények között a világ bármely pontján bátran szolgálják hazánkat. Történelem. A vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár 2017. szeptember 1-én alakult meg a Bercsényi László különleges műveleti és a 88. könnyű vegyes zászlóaljból létrejött ezred jogutódjaként. Névadója vitéz Bertalan Árpád a magyar katonai ejtőernyőzés megalapítója volt. Egy rendkívüli szakértelemmel rendelkező és egy csodálatos karizmával megáldott parancsnok volt, akit az emberei bárhova vakon követtek. Szolgált az első világháború alatt, és 1941. április 12-én halt hősi halált, amikor Jutas pusztán lezuhant az a repülő, amely egy délvidéki bevetésre szállította volna az általa vezetett ejtőernyősöket. A változatos biztonsági kihívások és a modern hadviselésre jellemző hibrid fenyegetés miatt nagy szükség volt egy magas készenlétű, modern fegyverzettel felszerelt, egységes irányítás alatt működő, a hagyományos katonai szervezetekkel nem megoldható feladatok végrehajtására alkalmas katonai szervezetre. A speciális szervezeti struktúra, az ejtőernyős és búvárképesség integrálása, a hagyományostól eltérő fegyverzet és eljárási módok mind részét képezték a felkészítésnek. A képzéseket 2005-től az Amerikai Egyesült Államok folyamatosan támogatja. Kik ők valójában? Ha a különleges erők klasszikus popkulturális reprezentációjára gondolunk, kigyúrt, tetovált, szakállas férfiak jutnak eszünkbe, ha nagyon elrugaszkodunk, akkor pedig a Feláldozhatók filmek sztárjait láthatjuk magunk előtt. Buda, Pest. Fontos kiemelni már az elején, hogy a különleges katonák nem a hatodik érzékük vagy átlagon felüli képességeik miatt vannak az alakulatnál. Ezek a katonai alakulatok attól egyediek, hogy katonáik széles körű tudással rendelkeznek, és magas képzettségük lehetővé teszi, hogy villámgyorsan és a lehető legjobb eredménnyel vethessék be őket. Ez az oka annak is, hogy a világ bármely különleges alakulatáról is beszélünk. A hadsereg létszámához képest mindig egy szűk csoportról esik szó. Az ilyen erők kiképzése ugyanis hosszú évekig tart és nehezen tartható fenn. A kiválasztás során pedig csak a legkeményebbek tudnak talpon maradni. A kiképzés. Esetedben mennyire volt harapós ez a pitbull? Visszaemlékszel? Igen, tehát ez egy olyan élmény, amit nem fogok egy hamar elfelejteni. A felmérő foglalkozás gyakorlatilag az alapot jelenti a különleges egységeknél, és lényege, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a kiképzők felmérhessék, kik azok a jelentkezők, akikkel van értelme foglalkozniuk, akiben ugyanis nincs meg a szükséges eltökéltség vagy fizikai erőnlét, azzal sem idő, sem anyagiak szempontjából nem éri meg foglalkozniuk. Ilyen felmérő volt a honvédségnél a pitbull is, ami az elmúlt 15 évben szerzett magának hírnevet, viszont egyelőre csak múlt időben tudunk róla beszélni, ugyanis 2022-ben nem indul. A helyét egy 3 hetes alapozó tanfolyam vette át, aminek feltétele a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél történő szolgálatteljesítés és az alapképzés időszakára szóló vezénylési parancs. A tanfolyam első 3 hetes fázisában a fizikai állóképesség fokozatos fejlesztése mellett sor kerül egyes alapképességek oktatására, és ezen időszak alatt történik a jelöltek szakmai szempontok alapján történő szűrése is. Az alkalmatlan jelöltek vezénylését a fázis végén megszüntetik és visszatérnek alakulatukhoz. Az alkalmas jelöltek folytatják a tanfolyamot a KMA második fázisán. Ez csak egy nagyon kicsi lépés, egy hosszú út során. Az alaptanfolyam után 5 irányba tudnak szakosodni a jelöltek. Ezek a szakirányok a parancsnoki, fegyveres specialista, műszaki specialista, egészségügyi specialista és híradó specialista. A következő lépés hosszú évekig tart, de nem csak a katonák részéről szükséges az áldozat. A kiképzés komoly kiadásokkal jár a honvédség számára, hiszen ha csak a képzés ideje alatt ellőtt lőszert számoljuk, már az is nagyjából 1 éves katonai bérbe kerül. A szike. Egyesek szerint, ha a különböző fegyvernemeket hasonlítanánk össze, akkor a harckocsizók az úthengerre, a lövészek a pallosra, a különleges erők pedig a szikére hasonlítanának.
A különleges egységek a nemzeti vagy NATO parancsnokság alárendeltségében működnek, és felderítés, katonai segítségnyújtás, de békefenntartó feladatok esetében is számolnak velük. Nem csak kitűnően képzettek, de képesek arra, hogy ott, úgy és akkor hajtsanak végre bevetéseket, amikor az ellenség leginkább sebezhető. Ehhez hihetetlen pontosságra van szükség, és minimális járulékos pusztítással kell dolgozniuk, nem véletlen a szike hasonlat. Gépkarabélyokkal, géppuskával kaptuk a hatásos tüzet, illetve egy falu volt a közelben, onnan pedig sniper lövész hatásos tűz alatt voltunk. A vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár katonáinak egy része megjárta Afganisztánt, és valós harci tapasztalattal rendelkezik. Ezekről az akciókról nem árulhatunk el részleteket, de annyit el lehet mondani, hogy ezek a srácok igen komolyan oda tudnak pörkölni az ellenségnek éles helyzetben is. Fontos kiemelni, hogy 2021. szeptemberében az afganisztáni kimenekítés során is sor került a bevetésükre. Benkő Tibor honvédelmi miniszter egyik M1-nek adott interjújában elárulta, hogy szerinte nem hangolta össze az Egyesült Államok a kivonulásról szóló politikai döntést a katonai képességekkel, és emiatt a Magyar Honvédségnek egy soha nem látott kimenekítési akciót kellett kidolgoznia és rövid idő alatt végrehajtania, nagyrészt a KRDT katonáinak segítségével. Az Rényi 2026 haderőfejlesztési program számos technikai fejlesztést és képességbővítést hozott és fog hozni a jövőben is, de személyi felszerelésben a dandár mindig is kiemelkedett a többi közül. Fegyverzet terén megtalálható náluk a honvédség többi alakulatánál is nemrég rendszeresített Bren 2-es több változata, M4-es és az M249-es is, mesterlövészeik pedig M24-essel, M110-essel, magyar gyártású TPG-3-assal és a magyar fejlesztésű Gepard fegyvercsalád több tagjával köszönik meg az ellenség részvételét a harcban. A dandár saját eszközparkja a szike hasonlathoz hűen a precizitásra és a sebességre épít, nem pedig a nyers pusztításra. Így aki tankokra és nehéz páncélosokra számít az alakulatnál, az csalódni fog. Viszont jó barátságot ápolnak a forgószárnyasokkal, az idén teljessé vált 20 darabos H-145 M-flotta pedig különösen hasznos számukra a gép fürgesége miatt. Jelenleg is zajlik az Rényi 2026 haderőfejlesztési program, ami a Magyar Honvédség történetében új fejezetet nyitott. A legújabb beszerzésekhez már megkezdték a kiképzést és a csapatpróbákat, ezek mellett pedig még várhatóan sor kerül további képességbővítésre a program lezártáig. Jól látható, hogy a mostani feszült biztonságpolitikai helyzet szükségessé teszi a legmagasabb szintű felkészültséget a katonák részéről, mi magyarok pedig nyugodtan kijelenthetjük, hogy a világ egyik legjobban felszerelt és képzett alakulata fog védeni minket a jövőben is. Ennyi lett volna mára az összefoglalónk a különleges magyar katonákról. Ne felejts el feliratkozni, középre kattintva még több videót találsz, és hamarosan újabb videókkal jelentkezünk. De addig is, sziasztok!